Sziasztok! A mai videóban a budapesti Bivajrétre látogatunk el. Ez a hely az átlagpolgár számára kevésbé ismert, a Google keresés is viszonylag kevés találatot ad ki rá. A Budapest közlekedés története iránt érdeklődő, azt valamennyire ismerő közönség számára azonban ez egy viszonylag kedvelt helyszín, hiszen jó néhány korabeli fotó lelhető fel a réten a Gémes út mellett megálló 51-es villamosról. A környék múltja számos érdekességet rejteget, a korábban híres hírhet ecseri piactól, Budapest óriási szeméttelepén a Cséri telepen át, a Kisburma és a Nagyburma vasútvonalakig. A közterület fenntartó városszéli telepéről szemétszállító iparvasút vezetett a Cséri telepre. Ebből a vonalból alakult ki később a Pest-Imrére vezető 51-es villamos. Ennek a vonalnak valóban érdekes helyszíne a Bivajrét, ahol a vágányok egyik oldalán óriási szeméthegyek tornyosultak, míg a másik oldalán egy hangulatos rét terült el gémeskúttal, legelő állatokkal. A fenti számos érdekesség kapcsán korábban több videóban is foglalkoztam a környékkel, és Bencével, Bimbivel, később nézőimmel is többször megfordultunk ezen az érdekes és hangulatos helyszínen. Ennek kapcsán törzsnézőim körében valóságos kultusza alakult ki a Bivajrétnek, minek kapcsán az utóbbi időben minden évben kilátogatunk erre a kultikus helyszínre. Ebben az évben május 1-én tartottuk a Bivajréti találkozót, mely során egy kis, lelkes csapat kereste a régi emlékek nyomait. Erről a kis hangulatos eseményről szeretnék megemlékezni ebben a videóban a következő képekkel.
És itt látszik a villamospótlónak a nyoma is, amikor gumikerékkel pótolták. De ott van, és van egy másik is mellette.